Ez a mai videó az enzimekről, az enzimek működéséről szól. Üdvözöllek itt Ujjai Szabolcs Zoár. Minden, ami a saját tested részévé válik, az az enzimeken keresztül történik, tehát az enzimek jelentik a kapcsolatot a között, amit énnek nevezel, és a között, ami nem én, azaz nem te vagy. Az enzimek bontják le az ételeket a testedben apró darabokra, hogy utána ezekből az apró darabokból a tested részévé váló elemek jöjjenek létre. Amikor egy adott fajta ételt megeszel, a szája, a gyomor jeleket küld a hasnyálmirigynek, a gyomornak, hogy milyen ételek vannak a szádban, így a hasnyálmirigy, a gyomor tudja, hogy milyen enzimeket kell felszabadítson az adott étel lebontásához. Minden apró tápanyagnak, amit elfogyasztasz, van egy vagy több saját enzime, ami az adott anyagot alakítja át. Tehát vannak fehérje lebontó enzimek, amelyek a fehérjéket aminosavakra bontják, vannak zsírlebontó enzimek, amelyek ugye a zsírokat zsírsavakra bontják, vannak szénhidrát lebontó enzimek, amelyek a szénhidrátokat glükózra és rostokra bontják. De vannak keményítő lebontó enzimek, vannak kollagén lebontó enzimek, DNS lebontó enzimek, rengetegféle enzim létezik. Az enzimek nagyon különleges anyagok, úgy kell őket elképzelni, mint például egy fogaskerék, amely mondjuk egy darálóban van, tehát nagyon nehezen használódnak el. Azaz, mielőtt ezt az egész lebontási folyamatot végzik, nem használódnak fel, hanem újra és újra el tudják végezni a feladatukat. Az enzimek szoros kapcsolatban vannak a DNS és az RNS működésével is. Ugye az RNS, a ribonukleín sav, az a genetikus anyag, amely a sejtjeink másolásáért felelős. Az enzimek feladata nem áll meg az anyagok lebontásánál, ugyanis miután lebontották őket aminosavvá, zsírsavvá, azokat ugye fel kell építeni, létre kell belőlük hozni a saját sejtünket. Az enzimek szorosan együttműködnek a sejtmásolást végző RNS-sel ebben a folyamatban, és itt jön be a következő rendkívül fontos szerepük, hogy a sejtfelépítés során keletkező egyes hibák javítását is ők végzik. Tehát az enzimek feladata az is, hogy az új sejtek létrehozásakor kijavítsák az esetleges hibákat. Azaz az enzimek egyfelől lebontók, másfelől kulcsszereplői a felépítési folyamatoknak is. Azaz, amikor ugye már az adott építő anyagból a saját sejtünk jön létre. Az egész sejtfelépítési folyamathoz az enzimek mellett szükség van számos más összetevőre is, koenzimekre, B-vitaminra, E-vitaminra, D-vitaminra, ásványi anyagokra és nyomelemekre is. Lényeges az is, hogy az enzimek felgyorsítják a lebontási és felépítési folyamatot a testedben. Ha veszel mondjuk például egy almát vagy egy darab húst, és azt mondjuk valóban elhelyezed, akkor az adott anyagnak a teljes lebomlása apró darabokra lehet, hogy eltart több évtizedig is. Tehát mondjuk beteszed a spice-be egy dobozba, ez az akár több évtizedes lebontási folyamat, akár néhány másodpercre is le tud csökkenni az enzimek hatására. Gondolj bele, hogy ez mekkora teljesítmény. Az, ami évek alatt zajlanak le, az a gyomrodban megtörténik egy-két perc alatt. A zöldségek és a gyümölcsök egyébként tele vannak enzimekkel, így egy idő után ugye maguktól lebomlanak. Ami viszont nem igaz a bolti tartósított ételekre, amelyeknek akár több év is lehet ugye a szavatossági ideje. A boltban lévő tartósított ételek azért nem bomlanak le, mert a különböző feldolgozási, pasztorizálási és egyéb kémiai folyamat során az enzimek ugye megsemmisülnek bennük, tehát lényegében nem lesz mi lebontsa őket. A konzervek, az előre csomagolt ételek, a gyümölcslevek, a szénhidrátokkal dúsított ételek mind-mind azért állnak el hosszú ideig, mert nem tartalmaznak enzimeket. Amikor ugye megfőzött az ételt, ugyancsak eltűnnek belőle az enzimek, tehát a levesekből, a sültekből, a megfőzött ételekből is nem mind, de a többségük igen. Milyen probléma keletkezik abból, ha valaki csak olyan ételeket fogyaszt, amelyekben ugye nincsenek enzimek? Ha folyamatosan csak olyan ételeket eszel, tehát főtteket, sülteket vagy tartósítottakat, akkor minden egyes étel lebontásához a saját testednek kell előállítani az enzimeket, mert különben az adott ételt vagy italt ugye nem tudná felhasználni, tehát nagy terhet kell átvállaljanak az enzimek ilyenkor. Ez hatalmas terhet jelent a hasnyálmirigyre, a gyomorra és a májra is.
és pontosan emiatt ennyire elterjedt például a cukorbetegség, mert ugye az emberek nem esznek nyers ételeket, nyers zöldségeket minden étkezéshez, nyers gyümölcsöket, amelyekben ugye ott vannak az enzimek, tehát amikor beviszed őket, leveszed velük a terhet a belső szerveidről. Ez a teher, ami a hasnyálmirigyen, a májon, a gyomron van, hogy ugye folyamatosan termeljék az enzimeket, egy idő után stresszé alakul át, tehát a folyamatos stressz úgy alá kerülnek ugye a belső szerveid, azáltal, hogy állandóan nagy mennyiségben kell enzimeket felszabadítsanak, azaz az enzimmentes táplálkozás belső stresszhez vezet. A következő fontos dolog az a gyógyszerek működésével kapcsolatos. A gyógyszerek többsége úgy működik, hogy akadályozzák egyes enzimeknek a működését, így az adott enzim nem tudja lebontani az adott anyagot, amit ugye le kellene bontson. Tehát a gyógyszerek többsége úgy működik, hogy a bennük lévő enzimek által működtetett összetett kémiai folyamatok adott apró fázisába szólnak bele. Például a magas vérnyomásra felirat ACE gátló gyógyszerek az ACE enzim aktivitását gátolják. A következő fontos tudnivaló az enzimekkel kapcsolatban az az aktivitásokat befolyásoló tényező. Az enzimek nem csak úgy vannak és mindig a rendelkezésünkre állnak, hanem rengeteg egyéb hatás befolyásolja a felszabadulásokat, az aktivitásuknak a hatásfokát. A legfontosabbak a testünk, de főként a gyomor pH értéke, a hormonjaink működése, a testünk hőmérséklete és a saját mennyiségük, azaz a koncentrációjuk is hatással van a működésükre. Tehát például vannak olyan fehérje lebontó enzimek, amelyek csak akkor aktivizálódnak, ha kellően alacsony a gyomor pH értéke, amelyről ugye több videóban is beszéltem már, hogy 1-3 közötti kell legyen, ami majdnem annyira savas, ugye, mint a sósav. Ezért van az, hogy ha nem elég savas a gyomor, nem bomlanak le ugye megfelelően a fehérjék az emésztésed során, mert a testedben ugye nem tudnak felszabadulni azok az enzimek, amelyek a fehérjéket lebontanák. Így lesz belőle puffadás, bélgáz, székrekedés, hasmenés és sok más emésztőrendszeri probléma. Aztán vannak olyan zsírlebontó enzimek, amelyek az alacsony inzulin szint aktivizál, ugye az inzulin egy hormon, tehát amíg magas az inzulin szint a testedben, a gyakori étkezések és a sok szénhidrát miatt, addig nem szabadul fel zsírlebontó enzim, tehát a testedben nem lesz olyan anyag, enzim, ami a lerakódott zsírokat lebontaná, azaz nem tudsz ugye fogyni. A következő fontos információ az enzimekkel kapcsolatban, hogy a vitaminok a természetben tartalmaznak enzimeket is, tehát például a teljes értékű C-vitamin, a különböző összetevők mellett, melyről korábban beszéltem egy külön videóban, tartalmaz tirozináz enzimet is, melynek fő összetevője a réz. Amikor a vitaminokat élő ételekkel viszed be, akkor egyből ott van mellette az enzim is, ami jelentős mértékben megkönnyíti az adott vitamin beépülését a testedbe. Ezzel szemben, amikor ugye mesterséges készítményekből viszed be a vitamint, nincs enzim jelen, tehát a mesterséges vitaminok beépüléséhez a testednek fel kell szabadítani a enzimeket, hogy fel tudja őket használni. Többek között ezért is jóval alacsonyabb a mesterséges készítményekből a mikrotápanyagok hasznosulása. Mert ugye a mesterséges készítményekkel tovább fokozod a hasnyálmirigyedre, a gyomorodra nehezedő stresszt, melyről az előbb szó volt. Ha kimerülnek az enzimkészleteid, nem lesz belőlük elegendő ahhoz, hogy hasznosítsák a mesterséges kapszulákban, tablettákban, folyadékokban lévő egyes anyagokat. Lehet, hogy ismerős az a jelenség, amikor beviszel egy multivitamint, utána a vizeletet teljesen elszíneződik, általában ugye erősen sárga lesz, mert ugye gyakorlatilag 90%-a távozik a testedből. Hasonló a helyzet a mesterséges C-vitaminnal is, csak az ugye nem annyira látványos, mert az aszkorbinsav nem színezi be a vizeletet, illetve az ásványvizekkel is, melyek ugye szervetlen kálciumot és magnéziumot tartalmaznak. Tehát az egészséges szempontjából rendkívül fontos, hogy a vitaminokat élő ételekből vagy ételkoncentrátumokba, természetes készítményekből vidd be, és ne mesterségesekből. Én évek óta nem szedek mesterséges szintetikus vitamint. És végezetül nézzük meg azokat az ételeket és italokat, amelyekkel
magasan tudod tartani az enzimek szintjét a testedben. Először is a korábban említett nyers ételek, ne egyél úgy főtételt, hogy nem eszel mellé nyers zöldséget, salátát, vagy például erjesztett ételt, savanyú káposztát, kovászos uborkát. Az erjesztett ételek között természetesen a tejtermékek is jók, kefir, joghurt, mert a belegben a hasznos bélbaktériumok is serkentik az enzim termelődését, tehát ha jó állapotban van a bélflórád, az pozitív hatása van az enzim szintedre is. A második egy gyümölcscsoport, az ananász, a papaja és az avokádó. Rengeteg enzimet tartalmaznak, érdemes rendszeresen enni, inni őket. Természetesen gyümölcslé esetén azt, amelyik nincs pasztorizálva. A harmadik a nyers méz, azaz az a méz, ami nincs felhevítve 45 Celsius fok fölé, nincs pasztorizálva. A nyers méz az egyik legjobb enzimforrása természetben. És a negyedik enzimnövelő a szüretlen almácet, melyből 2-3 kanálnyit keverj el egy pohár vízben, és itt meg étkezések előtt vagy után. Remélem érdekesnek és hasznosnak találtad ezt a videót, és tudtam neked segíteni. Ha hozzáfűznél még valamit a témához, írd meg a hozzászólásokba, mert így másoknak is tudsz segíteni. Találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!